Nyíregyházán az idei év őszén is folytatódik a dr. Kovács Ferenc polgármester által kezdeményezett fásítási program. Ennek keretében október 22-én a Major Anna utcán 10 darab gömbakácfát ültetett el dr. Ulrik Attila Nyíregyháza alpolgármestere és Bajnai Kornél a városrész önkormányzati képviselője. A kültet ugyanolyan fontos Nyíregyháza városvezetése számára, mint a belterület, mivel a város az egy, az ott lakók azok a város részét képezik, és volt ott egy adósság, még a Covid miatt megszakadt ott egy ültetés, és a játszótér, ahova ültettünk, oda nagyon kellettek ezek a magas törzsű gömbakácfák, amelyek gyorsan is nőnek, hogy a gyerekek, akik kijárnak, meg a szüleik nyilván azért kapjanak még több árnyékot, és ebben az évben több olyan rész lesz, ahol ez is egy cél, tehát a játszótereknek a környéke, amellett, hogy folytatódik az a már megszokott irányvonal, hogy fasorokat próbálunk ültetni különböző helyekre, és ebben az évben is nem csak a belváros vagy belváros közeli helyszínek lesznek, hanem külterületek is a soron. Természetesen nem előzmények nélkül, de hivatalosan 2018-ban kezdődött a fásítási program. Ebben az évben a pótlásokkal együtt mintegy 160 fát ültet el az önkormányzat a város különböző pontjain. Nyíregyháza több ezer cserje és évről évre több tízezer virág díszíti. A zöldítési programnak nem csak esztétikai céljai vannak, a város levegőjének minősége is javul a növényeknek köszönhetően. Ez csak a városnak a saját ültetése, nincsenek benne az adományok, a felajánlások, nincsen benne még az sem, hogy éppen mai nap kaptunk egy olyan minisztériumi levelet, amely erdősávok, erdőrészek ültetésére ad lehetőséget, pályázatot. Korábban már Nyíregyháza beadott egy több tízezer fából álló igényt a minisztérium felé, ez most tűnik majd realizálhatónak a számunkra, tehát ez mind nagyon-nagyon fontos dolog, még akkor is, hogyha ezek a fák nem holnap után vagy egy-két év múlva fognak nagyon sok port megkötni, és a környezetében a hasznot hajtani, hanem egy kicsit a közepesen távol a jövőben egy 5-10 éven belül, de akkor is gondolunk arra, hogy 5-10 év múlva azok az emberek, akik itt élnek Nyíregyházán, egy jobb levegőjű városban tegyék azt meg. A fásítási programnak további új helyszínei is lesznek még ebben az évben, mind a belvárosban, mind a külterületeken.